Jó estét kívánok, 19 órakor Önök a Trió Televízió hírmagazinját, a Kiskun Krónikát látják, főbb témáink címszavakban. A trianoni békediktátum 94. évfordulójára emlékezett Félegyháza önkormányzata a Nemzeti Összetartozás napján június 4-én. A Kiskun Múzeum is kapcsolódik az országszerte nagy népszerűségnek örvendő Múzeumok Éjszakája program sorozathoz. Igényes környezetben kedvezményes belépési lehetőségekkel várja a pihenni vágyó félegyháziakat a városi strand és úszoda. A trianoni békediktátum 94. évfordulójára emlékezett Félegyháza önkormányzata a Nemzeti Összetartozás napján június 4-én. Az Ótemplom előtti téren megtartott rendezvényen Mindák József, a Konstantinum Nevelési Oktatási Intézmény igazgatója mondott beszédet. A műsorban közreműködött a Cantati Giovanni Kamarakórus, valamint Kisákos Jenő előadó művész. 2010. május 31-én hozott törvényt az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjáról, amelyben a parlament kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása a valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának 94. évfordulóján Félegyházán is megemlékezést tartottak. Sövény Tibor előadó művész a rendezvényen kiemelte, mindaz, ami 1920. június 4-én történt, magyarok millióinak okozott kitörölhetetlen fájdalmat. Ezen a napon egy minden ízében igazságtalan, mind a vesztes, mind a győztes számára szükségszerűen megalázó helyzetet teremtő békediktátum született. Az ebből adódó veszteség és fájdalom azonban mindörökre a miénk marad, fogalmazott Sövény Tibor. Hazánkban a Nemzeti Összetartozás napja június 4-e, mely tehát a trianoni békediktátumra emlékeztet bennünket. Ma 94. évfordulója annak a napnak, amikor Trianonban megkötetett a hazánk történelmében oly fájdalmas békeszerződés. A Konstantinum Nevelési Oktatási Intézmény igazgatója hangsúlyozta, a nemzet sorsáról döntött néhány ember 94 évvel ezelőtt. Mindák József hozzátette, a békediktátum tragikus a magyarságra nézve. Beszédében emlékeztetett, területének több mint kétharmadát, lakosságának pedig 64%-át vesztette el az ország 1920. június 4-én. Mindák József kiemelte, a döntéssel jól működő gazdasági kapcsolatok is megszűntek. A tragikum érzés csúcsát mégsem ezek a tényezők jelentették, hanem az, hogy honfitársaink 64%-a kisebbségbe került úgy, hogy csupán élték életüket, amelyet őseinktől örököltek, Vas Albertet idézve így fogalmazhatunk. Nem akartunk mi semmi mást, csak élni. Szántani, vetni és remélni. Szántani, vetni és remélni. Jó munkáért, vidám aratást. A megemlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták az Ótemplom előtti Magyarok Nagyasszonya szobrot. Kőolaj és földgáz után kutatnak a szakemberek Félegyháza térségében a MOL RT megbízásából, adta hírül a baon.hu. A lap beszámolója szerint Kecskeméten, Tiszaalpáron, Fülöp-Jakabon és Kunszálláson is végeznek geofizikai méréseket. Az ehhez szükséges érzékelő kábeleket külterületeken, az utak mentén helyezik ki. Előfordulhat, hogy bizonyos ingatlanok udvarát is igénybe vennék a munkások a kutatás elvégzéséhez, azonban ennek a kérésnek nem kötelesek eleget tenni az ott élők. További rövid híreink következnek immár képekben is, amelyben szó lesz a Múzeumok Éjszakája félegyházi vonatkozású rendezvényeiről, a Pálos-Szentkuti pünkösdi búcsúról, valamint a Megye 1-es labdarúgó bajnokság utolsó fordulójáról. A Kiskun Múzeum is kapcsolódik az országszerte nagy népszerűségnek örvendő Múzeumok Éjszakája programsorozathoz, amelyre június 14-én szombaton kerül sor. Az intézmény kiállító termében a Boldog Békeidők, Boldogtalan Háború című tárlat várja az érdeklődőket, a börtönkiállítást pedig rendhagyó módon lámpás tárlatvezetés segítségével lehet felfedezni. A szabadtéri színpadon késő estig táncbemutatókkal, koncertekkel, valamint színházi előadással szórakoztatják a nagy közönséget. Éjfélkor látványos tűzgyújtásra kerül sor. A Múzeumok Éjszakájához több városi intézmény is csatlakozik, így például a Hattyúháza, a Petőfi Sándor Emlékház és a Móra Ferenc Emlékház.
Június 7-én szombaton tartják meg a Petőfi Szállás Pálos Szent Kúti Mária kegyhelyen a pünkösdi búcsút. 18 órakor bérmálási szentmisét celebrál dr. Bábel Balázs, a Kalocsa Kecskeméti Főegyház megye érseke. Vasárnap és hétfőn 8 órakor, illetve 10 órakor kezdődik a szentmise. A pünkösdi ifjúsági találkozó június 6-án és 7-én várja a fiatalokat. A programok között gyalogoszarándoklat, tábortűz, tanúságtétel és sportversenyek is szerepelnek. A találkozó idén a kapcsolatok témakörével foglalkozik kiemelten. Minden bizonnyal idén is sokan látogatnak el a kegyhelyre, mivel tavaly 250-en vettek részt a rendezvényen. Sorsdöntő mérkőzésen lép pályára június 7-én a KHTK megye egyes labdarúgó csapata, a Kecel elleni idegenbeli találkozó tétje a bajnoki cím megszerzése. A félegyházi csapat az elmúlt héten csak döntetlent tudott elérni a Kalocsa ellen, így akkor elmaradt a bajnokavatás. A Kecel a tabella 13. helyét foglalja el. Mérlegük 7 győzelem, 3 döntetlen és 19 vereség. Legutóbb a Soltvadkert otthonából távoztak 4-2-es vereséggel. Ősszel hazai pályán 5-3 arányban múlta felül a KHTK a Kecelt. A jelenleg második helyen álló Híd SC azzal a kunszállással csöp össze az utolsó fordulóban, amely a mérkőzés eredményétől függetlenül a 8. helyen zárja a bajnokságot. Igényes környezetben kedvezményes belépési lehetőségekkel várja a pihenni vágyó félegyháziakat a városi strand és uszoda. Az üzemeltető a májusi nyitás előtt elvégezte a szükséges karbantartási munkálatokat, így minden feltétel adott, hogy a családok az elvárásaiknak megfelelő szolgáltatást kapjanak. A város önkormányzata is fontosnak tartja a létesítmény működtetését, a gyermeküket egyedül nevelők számára például 50%-os kedvezményt lehet igénybe venni. Így néz ki most a félegyházi strand. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a családok számára kellemesen teljen az itt eltöltött idő. Az üzemeltető városgazdálkodási szervezet a májusi nyitás előtt elvégezte azokat a munkálatokat, amelyek biztosíthatják a gazdaságos üzemeltetést. A strand területe gondozottságot mutat, a játékeszközöket is bevizsgálták, de a szabadtéri medence is megfelel az elvárásoknak. Nyáron több kisebb meglepetéssel szeretnénk várni a strandlátogatókat. Ugyan tervezünk egy nagyobb lélegzetvételű rendezvényt is, de alapvetően arra helyezzük a hangsúlyt, hogy több kisebb rendezvénnyel csoportokat, célcsoportokat megcélozva kihozzuk az embereket a félegyházi strandra, hiszen hogyha körbenézünk, ez egy nagyon szép és gyönyörű kis strand, amit nagyon sok félegyházi sajnos még belülről nem látott. A környező települések közül több is rendelkezik korszerű úszodával, a félegyházi létesítményt azonban az különbözteti meg ezektől a strandoktól, hogy például gyógyvizes medencével is várják a pihenni vágyókat. A gyermekmedencék is azt szolgálják, hogy komplex szolgáltatást tudjanak nyújtani a félegyházi, valamint a környező településekről érkező családoknak. Minden korcsoportnak egy ideális pihenési helyet nyújt a félegyházi strand. Vannak ugyan gyerekek, de nyilván nem olyan tömeg van, hogy mondjuk egy termált, egy gyógyvizet igénybe vevő fürdőző nyugodtan ne tudja élvezni a medence adta a lehetőségeket. Ezért bíztatok mindenkit, hogy jöjjön ki, próbálja ki, arról nem is beszélve, hogy nyilván nem kell utazni, a jegyáraink még mindig tavalyi szinten vannak, amik akkor se voltak magasak, tehát kedvezők a belépési lehetőségek. Az önkormányzat is fontosnak tartja, hogy minél több félegyházi igénybe vegye a strand szolgáltatásait. Ennek érdekében sokrétű kedvezményeket vezettek be. A gyermeküket egyedül nevelők számára például 50%-os kedvezményt lehet igénybe venni. Szemtanúk jelentkezését várja a Kecskeméti Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint június 2-án délután egy ismeretlen személy Kecskeméten a Dózsa-György úton közlekedett egy feltehetően ezüst színű Opel Corsa típusú személygépkocsival az Izsáki út felől a Petőfi Sándor utca irányába. A Garam utcába bekanyarodva azonban nem biztosított elsőbséget a kerékpárúton szabályosan közlekedő férfinak, akit elütött. A baleset következtében a férfi megsérült, a jármű vezetője pedig megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrség kéri, hogy aki a balesetről információval rendelkezik, jelentkezzen a telefontanú ingyenesen hívható 80-as körzet 555-111-es számán, vagy a 107-es, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. Kedves nézőink, híradónk végén következzenek ismét fontosabb híreink egy-egy mondatban.
A trianoni békediktátum 94. évfordulójára emlékezett Félegyháza önkormányzata június 4-én. Az Ótemplom előtti téren megtartott rendezvényen Mindák József, a Konstantinum intézmény igazgatója mondott beszédet. A Kiskun Múzeum is kapcsolódik az ország szerte nagy népszerűségnek örvendő Múzeumok éjszakája programsorozathoz. A börtönkiállítást rendhagyó módon lámpás tárlatvezetés segítségével lehet felfedezni. Igényes környezetben kedvezményes belépési lehetőségekkel várja a pihenni vágyó félegyháziakat a városi strand és úszoda. Az üzemeltető a májusi nyitás előtt elvégezte a szükséges karbantartási munkálatokat. Ez volt a Kiskun Krónika június 5-én. Maradjanak velünk továbbra is, hamarosan megtudhatják, hogy milyen idő lesz holnap. Majd 19 óra 30 perctől Sportmozaik című magazin műsorunk legfrissebb adását nézhetik meg. Hírmagazinunk ismétlését ma este 8 órakor, 10 órakor és 11 órakor láthatják, továbbá holnap reggel 7 órakor és délben. Friss hírekkel pedig pénteken 19 órakor várjuk Önöket. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weblapunkra a www.félegyházitv.hu címen, ahol korábbi adásainkat újra nézhetik és hozzá is szólhatnak tudósításainkhoz. Én minden munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, szép estét, jó pihenést, viszontlátásra! Derült napos időre lehet számítani, csapadék továbbra sem valószínű. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 15 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.